November 23-án csütörtökön 7 óra 45 perckor nem rendhagyó tanítási óra vette kezdetét az iskolacsengő után az Arany János Gimnázium és Általános Iskolában. Mézes reggeli, mézkóstolás, előadások a mézről és méhek életéről. Egy nap, amikor az ország minden megyéjében helyi méhészek és egyesületek bevonásával minden a mézről szól. 11 évvel ezelőtt indult el a Mézes reggeli program Európában, Magyarország 4 éve csatlakozott ehhez a programhoz. Azóta minden évben minél több iskolát próbálunk meglátogatni. A legfőbb célja az, hogy gyerekekkel megismertetni a mézet, felhívni a méznek a fontosságára a figyelmet. Az eseményen jelen volt Úlik Attila is, aki nem csak a város alpolgármestereként, hanem méhészként is részt vett a rendezvényen. Az a legfontosabb, hogy a gyerekek eredeti termelői mézet kapnak, amelyek ellenőrzött méhészetekből kerülnek ki. Olyan emberek készítik ezt, akik több évtizede csinálják már ezt a szakmát, amely egy nagyon szép szakma. Napjainkban egyre több problémát okoz a cukrok túlzott fogyasztása. Ezért fontos feladat, hogy már gyerekkorban felhívjuk a figyelmet az egészséges táplálkozásra. Ebben a nyíregyházi óvodában a gyerekek nagyon sok információval rendelkeznek a mézről. Levente és mor szinte az összes mézfajtát ismeri és szívesen fogyasztják. Levendula méz, napraforgó méz, akácméz, virágméz, recseméz, vegyes világ. Az óvoda vezetője elmondta, kiemelten kezelik az intézményben az egészséges életmódra való nevelést. Minden héten gyógyteákat főznek, mézzel és gyümölcsnapokat vezettek be, ezeket nagyon szeretik a gyerekek. Ebben az évben úgy gondoltuk, hogy csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez, amelyik Szlovéniából indult ki, és két kedves szülő jó voltából. Most a gyerekekkel többféle mézet tudunk megkóstoltatni, megismerkednek a méhekkel, a méhészeknek a munkájával. Nagyon érdekli a gyerekeket, méhészruhát próbálhattak föl, úgyhogy nagyon örülünk a kezdeményezésnek. A kezdeményezés célja az is, hogy felhívják a figyelmet a reggeli fontosságára és az egészséges táplálkozásra. Emellett annak a hangsúlyozása, hogy a méhek munkája jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez és a biológiai környezet változatosságához.